Megesküdött az Úr és nem bánja meg, apadta minden oké. Így szól a Zsoltán, és az Úr nem bánja meg, és tudom, hogy te sem bánod, és mi sem bánjuk, nem bántunk meg azt, hogy Szentő, Mezőkövess, Eger, Bogár, Füzes, ahogy majd újra éget után, papi életet adnak a 7. állomás elég, hogy mi lettünk, a mi egyház községeink lettek. És így ezt a nagyon komoly évfordulót itt előtt ünnepeltek, hogy aztán majd a mi évfordulónkat is előtt ünnepeljük itt ennek a templom felszentelésének a 8. A Jóistennek talán egy kedves intézkedése az, hogy éppen egy Jézus szíve tiszteletére szentelt templomban értékezett az üsmisét, hiszen Jézus szívének a tisztelet, Jézus szíve ünnepe és a papság szentsége 2002 óta nagyon szorosan egybe kapcsolódik, hiszen éppen 12 éve volt, hogy Szent II. János Pál pápa Jézus szíve ünnepét kinevezte a papok megszentelődésért való imádság világnapjává. Így hamarosan sorra kerül búcsúmiséken, és mi is nagy erővel fogunk imádkozni a te megszentelődésedért is. A Martin-Kertváros és Kistokai Egyház községek nevében fogad nagy szeretettel köszöntésünket, és kívánom neked sok erőt és türelmet a majd sorra kerülő arany és gyémánt is és mérföldkövek, és nagyon kérjük azt is, hogy imádkozz te is értünk. Imádkozz azért, hogy jó hívek és jó nyáj legyünk, és sok örömet okozunk neked, hogy ne várj meg az soha, hogy pap lettél mindörökké. Isten áll. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálásan köszönöm a gyerekek verses köszöntőjét, és az egyházközség képviselőtestület tagjainak a köszöntését. A szirmai, a görömbölyi és a martinkertvárosi istokai egyházközségek nevében. A papszentelés nem privát ünnep, még csak nem is egy családnak az ünnepe. Túlnő egy egyházközség